Már autó nélkül is könnyen felfedezhető a tokai borvidék, így újra szabadon borozhatunk Tokaj hegy alján péntek estétől hétfő hajnalig, hiszen útnak indult a Tokaj busz, ami 7 településen keresztül nyújt lehetőséget a pincészetek és a kulturális értékek meglátogatására. A történelmi borvidék településein 27 busz megállóban szállhatunk fel és le, ha megvásároljuk a napi vagy a háromnapos jegyet, de vármegye bérlettel is felhuppanhatunk a borangoló buszra, amely 2 óránként menetrend szerint közlekedik. Tavaly ugye elindult ez a Tokaj busz, így pilot jelleggel. Az volt benne az egyedülálló, hogy sehol máshol nincsen az országon belül. Tehát ez tényleg egy olyan egyedi konstrukció, egy nagyon kedvezményes napi jegy, háromnapos jegy, amivel itt a borvidéken tudnak jönni-menni, egyébként természetesen a vendégek, de az itt érők is. És ugye mi szeretnénk minél több olyan lehetőséget biztosítani, amivel azt tudjuk elérni, hogy még többen látogassanak ide hozzánk. És azt gondolom, hogy a közösségi közlekedésnek a fejlesztése az egy nagyon-nagyon jó módszer. Az IC járatokat is bővítettük egyébként az elmúlt időszakban. Ugye elindult a Vármegye és megmaradt a Tokaj busz is, tehát idén is újraindult. És gyakorlatilag itt egészen majd október végéig fog járni ez a busz. Az a helyzet, hogy 27 település tagja a Tokaj-hegyalja részeként az együttműködésnek, amit mi ugye tokai borvidéken azért folytatunk, hogy minél többen látogassanak ide hozzánk, illetve ezt a tokai bort minél több helyen meg tudjuk mutatni. De ez a busz, ez most a tokai MAG területen közlekedik. Különleges térképet készítettünk a mai nap alkalmából, és arra 8. településként Bodrog Kisföld is felkerült természetesen, hogy a Bodrog keresztúron is van egy megállóhely, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy mindenképp legyen rajta ez is a térképen. A mai nap alkalmából 7000 darab ilyen térkép is elkészült, illetve majd lesz egy egyeztetés arról a szolgáltatók, hogy hogyan tudjuk ezt népszerűsíteni, illetve egy táblát is készítettünk a mai nap alkalmából, tehát Tokaj busz tábla, ami a megállóhelyeken lesz kitéve. Az az érdekesség, hogy abban is 27 darab van, mint Tokaj hegyalja 27 települése, 27 megállóhely van, illetve 100 darab ilyen irányjelző táblát is, hogy na vajon merre kell menni, ha keresem ezt a buszt. Tavaly nagyjából egy éve merült fel először a minisztérium részéről az elképzelés, hogy itt Tokajba össze kéne kötni a településeket, és kéne valami turisztikai szempontú közszolgáltatást csinálni. Sokat beszéltünk róla, hogyan lehet ezt jól, hatékonyan végezni, és végül is kialakult ez a koncepció, hogy péntek estétől gyakorlatilag hétfő hajnalig tudunk itt közlekedtetni autóbuszokat, hogy nagyjából 2 óránként közlekednek ezek a járművek. Nagyon fontos, hogy egy MÁV-Volán csoportként összehangoltan a vasúti közlekedéshez Tokajon, mint szerencsén az Intercity vonatokhoz csatlakozást adnak, ez a csatlakozást vesznek ezektől a járművonatoktól. Ez az együttműködés tudott folytatódni, amit tavaly elindítottunk, és bővülni is tudott, hiszen most ezekkel a térképekkel, illetve táblákkal azt gondolom, hogy most már külsőleg is meg tudjuk mutatni azt, hogy a Tokaj busz fontos, és valamilyen szinten a térségnek az együttműködését is jelzi. Úgyhogy remélem sokan fogják használni. Tavaly az Artúr Napok Fesztiválon egyébként külön nagy sikere volt, és azt gondolom, hogy nagyon sokan tudták ezt használni, hiszen péntek, szombat, vasárnap nagyjából 2 óránként közlekedik ez a busz, úgyhogy én idén is mindenkit arra biztatok, hogy látogasson el ide hozzánk, akár itt a Fesztiválkatlan programjait, vagy szerencsén az Artúr Napok Fesztivál, illetve minden település készül egész nyáron programokkal, amit szerintem érdemes az ide látogatóknak megnézni.